is lehetne energiát előíteni? Nem energiát, bocsánat, alkímiát előíteni, fémeket, bármi. Elvileg Alkímiát. lehet, de én azt hiszem, hogy a legcélszerűbb az évtizedek óta fölhalmozott, egyébként éghetetlen Vörös iszap. vörös iszapot, galván iszapot, Meddőhányok, mindenféle. a urán meddőhányát, vagy pedig, hát ott van Veres patakon az arany meddőhányó, amit tele van arzénnel, meg ciánnal, meg mit tudom én. És ebből simán újból még aranyat lehetne csinálni, így van, igaz? Így van. Így Most van. Tehát megint a globális szeretet és a globális összefogás kelljen, hogy ne azt mondják, hogy nehogy már itt a furmány magyarok csináljanak megint valamit, viszont közös érdek lenne, hogy az arzén ne pusztítsa ki az életünket, meg a halainkat. Tehát az egész beszélgetésünknek és minden beszélgetésünknek az a lényege, hogy van egy pár okos magyar elme, ami képes kihozni, nem rengeteg pénzt tettetek bele, rengeteg gondolatot, amit egyébként a világ minden pontján sokkal jobban megfizetnek, mint Magyarországon, így van? Itt csak büntetik. Itt csak büntetik. Hát a csatlósok büntetik, de ez nem mehet tovább, ezt akarom kihozni belőle. Ti teszitek a találmányatokat, hogy mindenki vegye, ha tudja, vigye tovább, és nem csináltatok belőle titkot, mert a mostani világban az van, hogyha nálam nem lehet valamit kapni, akkor elküldelek abba a bódba, ahol lehet kapni. És ez a fajta szemlélet kell, hogy mindenütt létremenjen, hogy a tudás mindenkié, és egyetlen globalizáció van, a szeretet globalizációja, és nem muszáj nekünk éheznünk, nyomorognunk, amikor ekkora tudás van a kezünkben, de nem csak a ti kezetetekben, a biológia tudása, a baktériumokkal csodákra képes, erről is beszéltünk másokat, és tessék, éljünk már, ünnepeljük az életet, és fejezzük be ezt a nyomorult világot, amit ránk kényszerítettek, mert a Jóisten minket boldogságra és szeretetre talált fel, és ez a mi útunk. És Egeri György útja is ez, nagyon megköszönöm neked ezt a találmányodat. Ez a második része volt egyébként ennek a magfúziós műsornak, az elsőt is feltétlenül nézzék meg, és a harmadikat is, amit hamarosan közzéteszünk. Mit szeretném én mondani a kedves nézőknek? Azt, hogy előre is köszönjük a segítséget és a támogatást. És közösen élvezük ennek a hasznát. Tehát a konyhámban már pakolom ki a konyhamalacot, hogy esetleg rá tudjak csatlakozni a rendszerre. Higgyék el, hogy hiszek benne, tehát teljes szívemmel és tekintélyemmel, ha van ilyesmi, akkor mellé állok ennek a programnak, és ez az egyetlen egy jövő, hogy saját energiafüggetlenségünket, saját táplálkozási függetlenségünket, saját egészségi függetlenségünket, saját tudásfüggetlenséget, mint magyarság létrehozzuk, és ezért lesz, amiből újból ránk tud figyelni a világ. Vigyázó szemeteket a magyarokra vessétek, mert minden megoldás az itt van, legalábbis nagyon sok. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, önök a Parapercek legújabb adását látták. Egy kérdésem van, hogy ne tartsák magukba azt az örömöt, élményt, amit láttak a filmek megnézése kapcsán, küldjék tovább barátaiknak, ismerőseiknek. Ez az egyetlen kérdésem. Köszönöm, hogy itt voltál, és köszönöm önöknek is, kedves nézők, hogy megosztották velünk az idejüket.